Megszületett a döntés, a DK székesfehérvári szervezete határozott arról, hogy kiválti át majd Rácné Földi Judit mandátumát az önkormányzati testületben. A döntés eredményéről sajtótájékoztatón számoltak be. A Demokratikus Koalíció helyi elnöksége múlt héten azt a döntést hozta, hogy a párt helyi alelnöke és a Székesfehérvár megyei Jóváros Humán Bizottságának külsős tagja Pintérné Varga Anna Mária veszi át a helyét. Ő nagyon régóta a párt tagja, és lelkiismeretes, és azt gondolom, hogy bebizonyította kellően, hogy alkalmas erre a feladatra. A fehérvári ellenzéki frakció tagjai is részt vettek a sajtótájékoztatón, ahol elmondták, üdvözlik a DK helyi szervezetének döntését. Rácné Földi Judit összeférhetetlenségi okokból lemond önkormányzati képviselői mandátumáról. Mandátumát Pintérné Varga Anna Mária kapja a DK jelölése alapján. Fehérváriként én azt hiszem, hogy szívügyemnek tekintem azt tényleg, hogy a város élhető, szép, és főleg ami a veszőparipám, hogy tiszta legyen. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezeket a dolgokat előbbre tudjuk vinni, és én nagyon köszönöm a frakció tagjainak, hogy így állnak hozzá, és megígérték azt, hogy minden segítséget megkapok. Pintérné Varga Anna Mária 2014 óta vesz részt a párt munkában, a Demokratikus Koalíció helyi szervezetében alelnökként dolgozik, a Humán Szakbizottságba pedig Sándor Barbarát delegálta a DK.